I thought you planned to retire. Do you think we aren't ready? Two of your straps are worn, and you tense up when you pull the trigger. No, I don't. Do I? You do. It's what frayed your straps, and it's why I'm still around. Sziasztok, ez itt a nagyon hangos stream. Sziasztok, ez itt a Bögre csütörtök délutáni, ebéd utáni, vacsoratól nagyon messze levő streamje. És Kimera Squad, szia Tuvia, mi a helyzet? Kix XCOM Squad, abszolút módon XCOM Squad, mesélj majd róla, hogy te hogy állsz a te XCOM-oddal. És szia Regiszter, köszönöm Nightbot. Szia Regiszter, tök jó, hogy itt vagy, mi a helyzet veled. És Konorhu, wow. Mindenki itt van, RM8XML, szia, hello, szia Ákos, what is up, yo. Ákos, tudtam, hogy itt lesz. Nem tudtam, csak sejtettem. Azt hittem, Ákos nem jön. Na mindegy. Szia Szantantika, neked is, mi a helyzet veled? Meséljetek, srácok, mi újság veletek? Munka közben alvó stream. Hát nézd. gyengét hangon beszélek majd. Ez itt az XCOM. Így, kb. Home office.
Az jó, hogyha van még home office. Van, ahol már nincs. Nem tudom, azt hiszem Ákos mondta, hogy nekik már nincsen home office. Nekünk van, de én alapból szabadságon vagyok, múlt, hogy whatever. Folytassuk az... Csak arra gondolkoztam, hogy mi legyen ma, mert azért szóval semmihez nem volt kedvem. De majdnem EU4 lett. De aztán még úgy döntöttem, hogy az EU4 senkit nem érdekel, aki a közösségünk tagja. Aki ténylegesen benne van a közösségünkben, mondjuk streamekre jár, chaten jelen van. Úgyhogy mi lenne, hogyha inkább azokra építenék, akik meg actually ténylegesen építik a közösséget, az pedig ti vagytok, akik például az XCOM-ot szeretitek nézni, vagy a Stellaris-t talán. Stellaris is volt terben, de a Stellaris szerintem nem jó már. Mármint a játék jó, de eljöttünk egy olyan szakasz, amikor nehéz streamelni, mert nem történik semmi. Csak várunk a csodára. Ki legyen a következő, akit elküldünk? Kinek van a legkevesebb élete? Igazából ez az, ami engem most érdekel, illetve az, hogy kinek van valami sérülése. De szerintem most nincs senkinek sérülése. Nincs hát, mert über jó játszom. 10-7, jó, te nem számítasz. 11, úgy látom a kígyó fog nyerni. A kígyó nyert, a kígyót elküldjük tréningre. Ha éppen, ó, éppen valamit csinál, akkor nem a kígyó fog tréningre menni. Akkor... Küldjük terminált. Mit tudunk vele kezdeni? Utility item slot increased by one. Ok. Nincs kép. Úristen, nincsen kép. Goddammit. Képes lettem volna végigcsinálni ezt a streamet kép nélkül, hogyha nem vagytok itt. Majd elképzeljük a játékot. Ja, nem kell kép. Köszi, hogy szóltál. Figyelj. Úgyis, hogyha elképzeljétek, akkor a valóság... A valóság úgy lesz olyan jó, mint amilyen képzeletetek, tehát... Való igaza van Connornak. Kávét próbálok inni, csak elég egyedi módszerekkel. Mondjuk azt, hogy több megy mellé, mint a helyre. Na most már minden rendben van, igaz? Most már látjátok a tudást. Mit szeretnék? Hát, amúgy egy opció van, erre a küldetésre el kell menni, ami mission, tehát ez fő küldetés. Még előtte kérek egy gain extra situational rewards-ot. Ah, de nem tudok. Ja, ide még el tudnánk menni előtte. De nem kell, ha ezek közül lenne valamelyik, akkor azt mondanám, hogy oké, de így... No thank you. Látjátok? Nem tudom, láttátok-e már a mai... rossz irányba áll a kamera is. Tököm. Ezt már én szúrtam ki magamtól. Azt nem tudom, láttátok-e mai videót a YouTube nevű oldalon, honlapon, a XCOM Chimera Squadból lett egy ilyen kis impression videó, és ott azt mondom, hogy például az Elirium az egy olyan nyersanyag, amiből ilyen túl sok van, mert konkrétan csak projektekre lehet költeni, és azt meg így lineárisan lehet csak csinálni. Van 330 Elirium-on, minden másból meg ilyen kevés, szóval valahol erre gondoltam én. Az a kérdés, hogy kit viszünk magunkkal erre a következő küldetésre. Meg az a kérdés, hogy mi a helyzet veletek, srácok, hogy telik ez a hét. Legutóbb hétfőn beszéltünk, ha minden igaz, azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Tehát kit viszünk magunkkal? Hát akkor nyilván elvisszük. Zephyrt nem szeretem. Godmother-t fogjuk vinni. Zephyrt nem szeretem. Sajnálom. Mondhatjátok, hogy rasszista vagyok az ő faja felé. Ha megtudom, hogy mi a faja, akkor azonnal egyet is tudom fogok érteni, csak még nem tudom. Breach item van, és utility item. Tehát ide még például a Godmother-nek lehetne adni egy utility itemet, például az AP roundot, vagy a plazma gránátot, neki is lehetne adni. Jó, a utility itemből viszonylag még sok slot elérhető, ami melyik vajon? Ez kicsit para, hogy itt nem írja, hogy melyik számít utility itemnek és melyik nem, de felteszem a gránátok és a medikit, az annak számít. Jó, kérek egy medikitet, az 30 forint lesz. Kérek... Hát a gránátokkal mindig megszívom, mert nem helyezkednek elég közel az egységeim ahhoz, de egy...
Egy smug, egy köd gránát, fűzgránát akár jól is jöhet. Mert az meg segít az a saját egységeimnek. Tehát nem arra kell várni, hogy az ellenség jól helyezkedjen, hanem én tudom jól lerakni őket, vagy ha én úgy rakom le őket, akkor be lehet közéjük górni. Tehát akkor te kapsz a loadoutodba egy smoke grenade, és te jössz most velünk? Egyébként. Jön. Jó. Ő védekező egység, szóval viszonylag biztosan mondod, hogy a nanomedikitek jól fognak neki jönni. Neked nincsen semmid. Legyen már neked is valamit. Mondjuk egy... egy breach egység. A ceasefire nagyon hasznos tud lenni. Jó, legyen akkor egy ceasefire. Adjuk be Nero-nak vagy kinek. Verge-nek? Verge-nek hívják? Nem tudom a neveket megjegyezni ebben a játékban. Van egy Verge-ünk, viszont az már... Nem, ő, igen, neki kell adni. Na lássuk. Hát akkor most elküldjük őket a küldetésre. Mentek egyet előtte nyilván. Mert a gyáváki a mennyek országa. És... csapathatjuk is ide. Collect trafficking data. A tip on the Grey Phoenix. Ákos, ezt már végigjátszottad amúgy? Azt nem is beszéltük. Trafficking operation led to a popular nightclub 31PD. Thinks Grey Phoenix moved dozens of aliens through this location. Find any data before they shut the place down. Időre menő küldetés lesz, király. Nem haladtam mostanában. És Tuvia, te hogy állsz a te XCOM végigjátszásod? Nem tudom most éppen melyiket játszod. Néha feldob egy-két ilyen achievementet most már. 31PD akkor, nem 31PD. Sajnálom. Ahhoz láttátok, hogy a mai Assassin's Creed-ről kiderült, hogy nem is gameplay lesz. Legjobb. Aj, úgy kifordult a fejemből a szemem, hogy öröm volt nézni. Közben nem hallottam a párbeszédet, de biztos nagyon menő volt. Encounter 103. Most nem is néztem azt, amit Ákos mondott, hogy elvileg lehet látni. Még a küldetés előtt, bal alul, elfelejtettem megnézni. De most megnéztem itt, tehát 3 encounterünk lesz, úgyhogy figyelni kell. Gameplay lesz, csak nem 12 perces demo. Ne beszélj butaságokat. Én azt olvastam, hogy nem gameplay lesz. Lesz amúgy valami, de nem demo lesz, az biztos. Mi az, ami gameplay, de nem demo? Tehát én értem, hogy mit mond a PR-es űrge, de szerintem ez nem tényleges gameplay lesz, hanem majd mutatnak ilyen in-game jeleneteket belőle, amivel ki vagyunk segítve, őszintén szólva. Nyilván nem csak arra kiderül. Gameplay trailer lesz, hogy az Origins-ek és az Odyssey-nek is volt, ingyen menetek lesznek, ami már sokkal tűnt egy cinematic előzetes. Nem, kerestem a hírt, hogy konkrétan mi hogy volt megfogalmazva. Jó, oké, legyen. Mondjuk azt, hogy nem erről volt szó legutóbb. Egy hete még nem pont erről volt szó, de nyilván erről volt szó, csak... Megint az történt, hogy ha nem tűpontosan fogalmaznak, akkor sok mindent bele lehet képzelni abban, amit mondtak, és az a helyzet, hogy mindenki azt hiszi, hogy gameplay lesz. De nem gameplay lesz, hanem in-game jelenetek lesznek, ami nyilván majdnem teljesen ugyanaz, mint a gameplay, mint tudjuk nagyon-nagyon sok Ubisoft játékból.
Nem érdekelnek őszintén szóval ezek. Tehát a gameplay, a gameplay a gameplay, kész. Utána lehet csúrni, csavarni. Az mindig, nekem az mindig olyan, hogy jó, ez mind szép és jó, de nem bízok benne, hogy ez tényleg ezt fogjuk látni. Ubisoft 12 perces gameplay demo is kamu. Na hát akkor meg miről beszélünk, akkor se nem érdemes semmire várni. Mik vannak nekünk? Successful shots on enemies will crit. All units through the sentinels get plus 50 dodge for one round. Units turn jumps forward to directly follow the previous agent's turn. Units turn jumps forward to directly follow the previous agent's turn. Okay. All units entering here get plus 100 defense for one round. A critet kérem Godmother-re. A plusz 25 defense-et kérem Verge-re. Az előrelépést kérem Cherub-ra, és akkor marad a plusz 1 dodge patchwork-nek. Nem, a Siege-be bemutató videóval pont nem vagyok tisztában. A grafikát leszámítva legalább előnyére változott, nem úgy, mint a Watch Dogs. Igen. Breach, breach, breach! Time to breach. A kameramen érdekes dolgokat csinált. De mindegy. Ott egy agresszív adder, őt elkapjuk. Noise. Egy megvan. Egy agresszív dominátor. Nem tudom a dominátor mit csinál, de ezen a ponton már félek megkérdezni. Agresszív légionárius, ezek mind lőni fognak. Egy agresszív piton, ezek mind lőni fognak? Oké, okay, para. Szerintetek ezt le tudjuk szedni? 11% a crit esélye, és 4-6 a sebzés, 6 sebzés kéne. Biztos, hogy nem fogjuk leszedni. Úgyhogy maradjunk a dominátornál, belőle sebzünk valamennyit, és majd a másik valaki befejezi. 4-es sebzöztünk, látjátok? Erről beszélek. És... nem tud befejezni a dominátort? Para. Remélem, a dominátort le tudjuk szedni azért a végén. Most menjünk biztosra. És akkor végül a dominátorra próbáljunk meg. 4, 6 és 5 sebzés kéne, lássuk. 6! Ez az! Jó! Intouchable! Plusz 3 sebzés, vagy 3 sebzés, 4 sebzés. 4 sebzés, wow! Továbbra is nehéz szinten játszunk. Újonnan megint csak. Dominál a dominátor? Nincs egy ilyen autó a GTA-ban? Vagy csak álmodtam? A ventilate az ugye... az véget vet a körnek. Van ilyen, ami nem vet véget a körnek. Füstgránát, ezzel be tudnám borítani magunkat, viszont ebből egy van, szóval... 3 encounterünk lesz, én ezt elraknám picit még későbbre. Pitont le tudnánk szedni, 5-7 nincsen crit. Esélytelen. Paladin nem. Légionárius, 5-7 nincsen crit. 3 kéne ebből megvalósulva látni. Ki fog következőnek jönni, a légionárius? Akkor szedjük le őt. Ez most szinte biztos kill. A Mustangot hívják annak, amit leszoktál nyúlni. Hé! Hey! Én csak találok egy autót, a GTA-ban így működik. Találsz egy autót, viheted. Háhá, mellé! Idióta. Ki a következő? A dominátor a következő, aki lép. Érdemes-e valakit charging joltolni, de valószínűleg nem. A dominátort most le tudnánk szedni kettőből szerintem. De 54%-os, szóval annyira nem. Oké, mi lenne, hogyha... stázis mezőt ráküldenénk a dominátorra, és a paladinok próbáljuk leszedni. Most jónak tűnik. Hogy ő nem tud lépni egy egész körön át, nem is tudjuk sebezni, de addig a többieket le tudjuk szedni. Szóval ez a terv. És akkor veled még tudunk egyet lépni, és akit le kéne szednünk, az a paladin. 75%-os sebzés, vagy esélyes sebzésre. Úgyhogy ennek működnie kéne. 6, maradt egy darab élete. Egyszerűen kiváló. De nem baj.
Nem baj, nem panaszkodom. Mert hogy itt van Cherub, akivel rögtön el tudunk lőni egy Lightning Handet. A paladinra. És aztán tudunk egy rendeset is lőni. Ez megvan. És aztán pedig tudunk egy rendeset lőni. Azt pedig a légionárisnak próbáljuk leszedni. 89% esély, nem kell túl sok sebzés hozzá, ami meg is van. Jussz. Most lépne a Dominátor, ő nem tud. Most jönne a Piton. Na Piton megpróbáljuk. Mit tudnánk, mit érdemes vele kezdeni szerintetek? Ő az a baj, lépni fog. Ha csak nem sikerül bestuporálni. Ha kettőt tudjuk, ha kettő lépését veszünk le tőle, akkor nem tud lépni semmit. Azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, hogy hány sebzése van, de nagyjából ez. Viszont nem biztos, hogy Battle Madness nem ér semmit ebben az esetben, hiszen úgyse tud rálőni az ellenségre, vagy ha tudja is, akkor is nem tudja. Nem sebez, úgyhogy próbálj meg a support guardi neki. Egyet fog tudni lőni, viszont. De mi is. Szóval that's nice. És ez most ad nekünk. Hát, ha kritik lenne, akkor sikerülne megölni. Kritik? Szép! És mivel most várunk arra, hogy ő felé legyen, egyrészt közel mehetünk, másrészt gyógyíthatunk. Szóval most kéne átnézni, hogy kit érdemes gyógyítani, például... Nincs nálunk az, aki ténylegesen gyógyít, úgyhogy muszáj vagyunk a medikitet használni. Viszont az 6-ot gyógyítana. És csak olyan van, akit 4-et kell gyógyítani. De mindegy. És ezt fel fogom használni. Legalább az egyikre, legalább Verge-re. És még marad azért medikitünk. És Overwatch-ba be tudjuk rakni vajon? Hát, meg lehet próbálni. És a többiekkel pedig közelebb tudok menni. Stázis véget, és semmi baj. Minden legnagyobb rendben. Aggódni egy percig sem muszáj. Azt mondja, hogy 54%-ra tudjuk lesebezni, vagy pedig Chaining Jolt, ami tutira sebez neki 4-et, szóval akkor melyiket ezt érdemes beadni. Jó, és még diszorientálta is, ami... király. Sokkal jobb, mint hogyha nem diszorientálta volna. Ha már választani kell ezek közül a kettő közül. Most azt szeretném, hogy semmiképpen se sebezzen le ez az űrge. Senkit. Talán, ha ide bejövök, tudok lőni. Az elején felvetődött, hogy hol tartok. 6 óra játék után Dél-Afrika kilépett az XCOM-ból. Eddig tetszik. So far so good. Ez véget vett a körnek. Ez is véget vett a körnek. Akkor próbáljuk meglőni. Mert ez nem a legjobb megoldás most. De talán diszorientáltság segíteni fog. Abban, hogy ne kapjunk be nagy sebzést. Jó, missed. Well done. Közelebb jövök. És megölöm a fejét. Legalább megvan az első meg katonám. Első nagyon friki volt a katonami végtagokkal. Aj, nekem az játék mindig túl gyorsan adagolta az újdonságokat. Főleg az új ellenségeket. Az volt legnagyobb para vele szerintem. Jéééé, megnyertük az elsőt, és hát végül is elég sok életet vesztettünk sajnos. You're approaching a VIP area. Not our kind of VIPs, the actual, original, non-euphemistic VIPs. Any sign of the evidence? Not that I can tell. Izének hazudja magát a játék nehézsége, de még mindig meg tudsz szívetni néha annyira, hogy újra kelljen töltenem néhány ponton. Jaj, jó is az, jó is az. Két ponton tudunk bemenni, az egyik ez a breach lesz. A másik pedig, itt ugye van nekünk All non-aggressive enemies guarding the entrance are surprised. És first unit through the entrance is guaranteed to land their shot. Ami Cherub lesz egyébként. Mert csak neki van töltete, pedig ez nem ideális. Viszont aki itt bemegy, az egész encounter végéig marked lesz, úgyhogy mindenkit ezen az ajtón fogunk beküldeni. Jelentőleg ez a sorrend gyakorlatilag szerintem mindegy.
és még nem használjuk el ezt a combat scannert, majd a legvégén, mindent a legvégén dobunk rá az ellenségre. 5 percente boncolási jelentőséget olvasok a kutatóktól. Jöp. Itt egy agresszív dominátor, és van még egy agresszív adder. Legyen a dominátor. Muszáj vele lőnünk, mert a garantált találat lesz. Akkor is ugye fordulásból lő, mint egy pro. Meghalt? Nem halt meg? Damn it! De hát őt meg tudjuk ölni. Mellé! Nem vagyok boldog, de mindegy, fejezzük itt be. Ezt legalább őt meg tudjuk ölni. Egy valaki lőni tud majd. Uff. Négy sebzést kaptunk is az arcunkba, hál' Istennek. De legalább olyan katonára, akire már alapból van sebzés. Szóval... legalább az kicsit boldogít. Ó, ketten fognak lépni egymás után. Stop the hostage taker. Oké. Ez biztos sikerülni fog. Cserubba tudnánk gyógyítani. Magunkat. Viszont... az a baj, hogy vele lépni is kéne elég jelentősen. Itt van egy teljes alakos fedezék. Shifting position. Legyen ez. Én is még arra gondoltam, hogy lehet, hogy overwatchba kéne berakni ide. Mert hogyha valakit megindul, akkor le tudjuk lőni. És szerintem meg fognak indulni. Lássuk, jön az adder, ő lép először. Nyilván. Legalább immunisak vagyunk a mérgezéshez, szóval az is valami. És jön ő is, de nem jön ki. God damn it, inkább szétveri a falat. De legalább nem a... nem azt a falat, amelyik fontos fal volt nekünk. Egy másik falat vett szét. Oké. Okay. Na, most itt az idő, hogy felhasználjuk ezt a ventilétet. Ezt a dominátort lesz... a dominátorra nem lát rá. A paladina rálát, viszont... nem, a légionárius és az adderre lát rá. Jó, szedjük le a légionáriusra, tudjuk. Ez nagyon erős képesség. Az is igaz, hogy elvesztülünk három ammót, tehát azon újra kell tölteni. De ez annyira nem para, mert ugye rendelkezünk újratöltéssel. Ingyenes újratöltéssel. Most mit csináltál velem? Mit csináltál velem? Csak simán bevettél a színetvörködbe? Király vagy. Ez a paladin lépne következőnek. A charging jolt biztos, hogy nem öli meg. Vagy chaining jolt. Sose fogom jól mondani, sajnálom. Barátkozzatok meg ezzel a gondolattal. Mit lehet még vele tenni? Státuszmezőbe helyezhetjük. Akár. És akkor a piton a következő, aki lépni fog. De én reménykedem, hogy ez a paladin ez fog valamit ide elindulni ebbe az irányba, mert akkor viszont tudunk vele valamit kezdeni. Végtére is. Ha ide bejövök, és úgy lövöm le az addert, akkor meg fog halni. Játék meglepően, ez a játék meglepően pörög is az első részhez képest. Hát ez igen. Ez gyakorlatilag kiszedték. Gyakorlatilag ez egy áramvonalasított XCOM. Noise. Azért, mert nincs benne az, amikor nagyon lassan haladsz előre pályáról pályára, és próbálsz próbáld nem magadra húzni az ellenséget. Az, ami talán felgyorsítja leginkább. Valaki jöjjön már ki, légy szis rácok, ne az semmiért legyek Overwatchban. Nagyon jól elszórakoznak itt az agyhatalmak. Az agyhatalmak! Au. Mind controlled. Kiváló. Ami azt jelenti, hogy most le kell szednünk ezt a dominátort. Mielőtt ide ér a kör. Ami fantasztikusan örülök neki. Banish-sel meg tudjuk csinálni? Nem, mert nem látunk rá. Innen vajon rálátnánk? Szinte biztos, hogy nem.
És ha bekábítjuk, akkor vajon történik vele valami? Most meg kell kockáztatnom. Ceasefire grenade, no. On the way. Watch your flanks. Azt mondom, hogy... Ben is. És úgy látom, hogy rálátunk. Oh, come on! Mindenki rálátunk, csak arra nem. Ezt meglőhetem, viszont ez nem fogja őt sebezni. Pont azt nem sebezzük sehogy, aki... Ráadásul tudjátok, mi a legrosszabb? Hogy ez a paladin ráadásul erősíti is ezt. Ezt nagyon összehozták a rohadékok. Battle Madness-t adhatunk paladinnak. Miért nem kell aggódni? A Dominátor lesz az első, aki igazából tud lépni, vagyis hát nyilván kell miatt is aggódni. De most van nagyobb aggodalmam is ennél. Benisselnénk a paladint. Na, próbáljuk. Ja, mert csak egy lövés van a tárban. Akkor ez egy... ez jó szar volt. Szó. Tehát a paladint leszedjük most a... Oh, nice! Újra tudta tölteni magát, és elveszett a mind controlt. Nem tudom, mi történt itt. Ő hova tűnt? Ilyenkor összekötődnek? Úgy tűnik, ilyenkor összekötődnek. Wow. Most az történt, hogy mivel az egyiket megöltük, a másik is meghalt. Gondolom. És azt mondom, hogy jó tudni. Ne bánsd! Ezt mégis hogy kellett volna megakadályoznom, kedves játék? Hm? Van valami ötleted, vagy terved, vagy elképzelésed? Amúgy meg tudtuk volna akadályozni, csak simán be kellett volna rakni. Stázisba, de gondoltam, nem fogom azzal pazarolni az időt, és adás most megöltem. Így automatikusan tovább megy a kör. Nem tudom cserubot gyógyítani. God damn it, jó, ezt elrontottam. Ez rossz volt. Ezt beismerem, ezt rosszul csináltam. Csak két dolog miatt lehet volna jobb, hogyha berakom stuporba. Vagy százisba. Mindegy is. Majd max újra kezdjük. Nem tudunk breach-elni többé, cool, akkor viszont az utolsó, aki bejön itt, az egy körön át nem fog tudni lépni. Úgyhogy az lesz Cherub. Igen, szeretném, hogy combat scannert használj, Verge és Cherub és breach. Kell majd valakinek még valami breaching töltőt adni, mert az is kinda fontos. Ó, drága kenyér, ez jó lesz. Ki az agresszív? Például te? Meg te... Te mi vagy? Anyád... Látott már? Hú, ez a petrol, ez nagyon, nagyon ijesztő. Uff, és nagyon sokat le... És van egy faceless is. Faceless is, hát istennek. Szóval nagyon sok ereje van. Az legalább kritikára ráment. Szedjük már ezt a pretóriait. Ez nem tetszik nekem, hogy itt csak így van. Az a baj, neked be kéne állnod falangzba, viszont a pretóriai lőni fog. Tehát logikusabb lenne, hogy elkapjuk. Ez az. Jó, az egyetlen agresszív karaktert le tudtuk szedni viszonylag gyorsan. Ez micsoda? Ja, legionárius, jó. Nincs para. De jó lesz ez? Most mindenki megy sietni, siet mindenki a laptophoz törölni a détát. Király. Itt van három karakter egyben. Na, ide kéne bedobni egy... gránátot. Mielőtt ellépnek, és úgy látom nem is ők fognak lépni először. Szóval... megoldhatónak tűnik. Military gains bonus crit and dodge and takes an additional turn in 3 turns. Igen, most kell beadni az overtime-ot.
és... még egyet lövünk is. Nem a Pythonra. Próbálj meg leszedni 54% a légionáriusra. Hát... imádkozzunk. Gondolom. Hát, ha sikerül. Ohohoho, szép volt! Szép volt, Godmother! Dominátor, te mit is csinálsz? Te, hogy ezek ilyen... ja, mind control, legjobb. És megint patchworköt. Hagyjatok már szegény patchworköt békében. Ah, és ő pont most lép. Ez nem ér. Ez nem fair. Megint Godmother lép? Miért? Ja, mert beadtam a képességet, hogy lépjen. Én nagyon szeretném, hogy valaki bedobjon, de most meg gránátot, úgyhogy előre fogom hozni Verge-öt. Remélem Verge-nek van gránátja. Ceasefire, akkor Cherubot? Cherubnak van jó gránátja? Haha, igen, jó. Akkor Cherubot felhozom. Ő a következőnek bedobja oda a gránátot, mielőtt el tudnak menekülni. Vágod az Exxon kiegészítőket, mert hogy melyiket éri meg? Szerintem Ákos a te embered most is. Mert én... mármint igazából mindegyik Exxon kiegészítő megéri. De így ehhez én ennyit tudok hozzátenni, sajnos. De ha belépek, akkor a Dominátor az közelebb leszek, igaz? Gyakorlatilag mindegyik egy nem kiegészítő, hanem egy expansion pack. 54%? Are you absolutely bonkers? Úgy de sokat fognak itt lépni ezek. Tossing smoke. Mondjuk. Hát ez segít. Valamit. És muszáj vagyok a Dominátorra lőni. Mert őt kell leszedni a lehetőleg hamarabb. És ez meg így is kevés lesz szerintem. Kívül, hogyha sikerül Cherubbal beadni. Mi az, hogy no longer shrouded? Eddig tartott a shrouded hatása? Ez fishy-nek tűnik nekem. Jó, oda behajítod. Plasma out. Ez egész szép volt. Viszont az egész nem ér semmit, hogyha nem sikerül leszedni a Dominátort. Nem patchwork-re lövünk, patchwork a barátunk. Ezt nem kéne elfelejtened. Na, most kell nagyon ügyesnek lenni. Mellé ment, de igazából így még rosszabb volt, mint hogyha talált volna. Hát hova menjek ezzel? Sehova nem tudok. Nyilván a Dominátort kell leszednünk. Nem a barátunkat arcon lőni. Bár most, amúgy a Paladin fog lépni, aztán a Python. Aztán megint a Python. Neked mit van? Ceasefire Grenade. Próbálj meg itt beadni egy Ceasefire Grenade-et. Azt mondta Ákos hasznos. The action will cause damage to a friendly. Ja nem, várj. Így. És nekem tudnak lőni. A Pythonnak megmondhatnám, hogy lőjen rá a Dominátorra. És az szinte 100%-os találat lenne, szerintem. Jó, egyenre jó. Noise. És még talán tudok is lőni egyet. Igen, még mindig van egy actionöm. Amivel...
Ez a paladin nem fog tudni lőni, ez a piton fog tudni lőni, tehát ő van, ő jelenthet még veszélyt. Bestuporálhatjuk. Nem lehet stuporálni. Nem baj. Akkor... Ez a faceless most egy darabig nem fog lépni. Azt nem tudjuk leszedni, hogy mindenképpen lőni fog. Csak mert még 3 óráig van akció Steamen, és nem tudom eldönteni, hogy megvegyem őket, vagy várjak. Szerintem Ákos lesz az embered. De amúgy én nem venném meg őket, amíg nem játszottam végig. Vagy nem tudom. Értem, hogy nem akarsz lemaradni az akcióról, de szerintem viszonylag gyakran szoktak, főleg a Take-Two-nak gyakran szoktak akciói lenni. Szerintem gyakran vannak a Take-Two-nak akciói. Ugyanakkor van, mint a Bioshocknak, meg a Civilizationnek. Tehát nem tudjuk stuporálni azt egyetlen karaktert, akit kéne. Ezekettől fog lépni. Szedjük le a pitont. Ezt a pitont. Mert attól, hogy ő nem tud lőni, tud más olyan dolgot csinálni. Szóval, ja, legyen ez. Bye! És most? Most jön még patchwork. Why? És aztán még Verge. Én rosszul olvasom ezt az ábrát? Vagy mi történik itt? Ez véget vett a körnek? Véget hát. Rakjuk be a pitont százicsba. És akkor tudunk majd gyógyulni közben. Most jön Verge. Verge-re le tudjuk szedni a paladint. Igen. Várj, mi? Az előbb a bal alul tudja, hogy Verge-et írta. Itt Verge-nek a feje volt. Jó, az egy bug. De hogy ezzel tudunk még Charging Jolt-olni, az nagyon jó. Mert az egy 100%-os hit. Nem értem, mi történik egyébként. És most lássuk, hogy most Verge lép-e. Miért nem lépett Verge? Verge helyett lépett volna Patchwork. De ebben mi a ráció? Nem igazán értem, hogy miért így történnek a dolgok. Néhogy meglep a játék az, hogy nem az lép, akit gondolom, hogy lépni fog. Igen, most Godmother, ezt tudtuk. Vele leszedjük a Faceless-t. 81%. És végül pedig... Sparrow-ban... Szarügy. Benyomok magamra egy gyógyítást, csak hogy ne érezze annyira a játék, hogy én itt nagyon rosszul éltem meg a végét, és aztán leszedjük a pitont. 61%, ha leszedjük, ha nem. De. Szóval, az ennyi volt. Wounded, lightly wounded. Rating excellent. Sajnos egy civil kazualitás is lett, meg az a VIP az nem jött össze. A VIP ürgét kimenekíteni, de hát mi mindent megpróbáltunk. Kinda, sorta. Voltak dolgok, amiket megpróbáltunk. Maradjunk ennyiben. És akkor kapok -2 arrest, 50 credit, 15 Elirium, mert Eliriumból nem elég amennyi van. Meg lassan Eliriumból fogunk a súlyokat, senkit is törölni. Ákos kérdezett Tuvia, amúgy igen nyertünk. Kérdezett Tuvia, hogy még 3 óráig van XCOM akció, és az érdekli, hogy érdemesebb valamelyik DLC-t megvenni. Ez a rövid kérdés.
Na, válaszolunk kell, hogy milyen buffokat kapjanak az ellenség. Grey Phoenix operatives are able to endure more damage than normal, vagy ordnance has been calibrated for armor shredding impact. Én nem szeretném, hogy több életük legyen, mint eddig. XCOM 2, nem 1. Szerintem gyakran van akciója. De majd mindjárt elmondja Ákos, hogy butaságot beszélek. So, why didn't you ever name your gremlin? I stopped doing that years ago. What do you mean? Didn't yours make it through the war? No. Van enhanced SMG-nk, de most az nem elérhető. What happened to your first gremlin? Mert nincsenek pénzünk. Blasted by a muton during the war. So, the one that you replaced in Mastercraft training? Assault Rifle. Which one is that? 43? Side grenades. 45. I always forget the pair I lost to lightning. Mastercrafted Armor Update. Hmm. Ezt te nyertél, Mastercrafted Armor Update. 8 kör, nem tudom, itt leszünk még 8 kör múlva. De, oké. Okay. Find out where they're really going. 9 kör múlva lesz itt elérhető a következő. Ilyen cucc. Most nyilván ide kéne mennünk például downtownba. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Csak előtte egy olyat adj nekem, hogy gain extra situation rewards on valid targets. Ja, ez most nem elérhető, csak a kékeknél elérhető. Itt mi történt? Ja, ez már megvan. Nem tudom, miért felkiáltójelezik nekem a játék, hogyha az már megvan, de... Agents idle, idle is marad. És... Miért tudunk mit kezdeni? Azon túl, hogy ide megyünk. Ez is very difficult. Lássuk, ez milyen? Very difficult. Ez milyen lesz? Biztos ez is very difficult lesz. Én ezt nem tudok túllépni ezen a butaságon. 15 delirium. Cool. Ettől függetlenül ide kell menni. És szerintem maradhatunk ezzel a felállással. Bár... Azt kell, hogy mondjam, hogy most hiányzott nekem innen, ebből a bandából a Chaisi, az SMG-s Chaisi. De most ő oda van tréningem vagy hol, úgyhogy nem most fog velünk jönni. És azt hiszem látom, miről beszélt Ákos. Itt. Nem itt, hanem itt. Írja, hogy Projector Encounters 2. Wall Keypad Door, az azt jelenti, hogy kell egy breach. És kell egy belépőkártya. Igen, van belépőkártyánk, van elvileg valahol breaching cuccunk is. Az előbb volt. Ah, itt van. Ez az. Breaching charge. Érdekes, hogy ezt máshol jelöli, mint ezt. Ez érdekes lett, úgy írtam, hogy para. Mondtam, hogy Ákos tudni fogja. Ja, friendly VIP, de jó. Pont ő hiányzott még a buliból. Keep a door. First thing through the entrance gets plus egy armor for the encounter, ancient damage likely, vagy explosive entrance, only aggressive enemies guarding this entrance surprised, last thing through the entrance guaranteed the last to land their shot. Akkor itt megyünk a falon át. Viszont akkor Godmother menjen be utoljára. Nem? Godmother menjen be utoljára? Még egyszer? Ugorjunk neki még egyszer ennek a feladatnak. Így. Making a path. Ott van megint egy Pretorian. Cool. A jó hír az, hogy nem fognak lőni elsőre. Mert most nincsen agresszív ellenség. Szóval kezdjük el tunkolni a Pretoriait. Meghalt? Really? De hogy halt meg? Csak a játék tudja, hogy... elég lesz már ebből. Amúgy igaza van. Igaza lett volna, hogyha azt ténylegesen le tudjuk szedni. Nem tudtuk. Maradt annak is vagy egy fél élete. Mert nyilván. Collect the evidence.
Oké. Okay. Az a Pretoré lépni fog. De először a Trooper... Az a kettő kezdi a lépést. Akiket... akiket éppen, hogy nem sebeztem halálra. Oké, okay, cool, 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 cool. Adom. Ha ide jön... tudunk, viszont tudunk egyet lőni pluszban. Yes. Mennyi az esély? 67%? Próbáljuk meg a trooperrel. Troopert leszedni 81% esélyre. Oké, okay, az megvan, az király. És most... Talán megpróbálhatjuk charge bashelni ő... nem érünk el odáig. Akkor nem tudjuk charge bashelni, viszont tudjuk... Ha ide jövök... Akkor innen ki tudom lőni. Swift and steady. Nem őt. Tényleg is meg vagy. 74%-át! Nézzem ilyen behemót! Nehogy már ne találja el! Na azért! Jézusom, még 74% idegesedesz itt vele, engem gyerek. A következőnek lép a Hitman. Ő rá elfélne százis field. Mármint ha rá tudjuk rakni. Nem tudjuk rárakni. Cool. Akkor nem fontos. De talán innen le tudom sebezni jobban. Nem vagyok biztos. De átugrott az üvegfalon, mintha nem lenne holnap. 62%? És innen a stázist ráadni? Az már működik? Jó, oké, megvan a megoldás. Jó, ő pihem. Kihagyja a körét. Jön Verge. Jön Verge. Az a baj, hogy most a légionár is fog lépni, és aztán a Piton. De most két lépés is lesz egymás után. Van 4 ammum. A Bennissel le tudnám szedni az egyiket. Vagy a légionáriust, vagy a Pitont. A Pitonra 28% esély van, a légionáriusra 55. Vajon érdemes ellőni most ezt a képességet ilyen hamar? Mi van itt nekem? Ceasefire grenade. Ezeknek mondanám, hogy szízeljék a fire-t. Akkor a paladin valószínűleg odajönne és pofán ütne. És ettől függetlenül ő például, szerintem vele szemben nincsen... Nem tudom, Verge azért... Dobok ide egy ceasefire cuccot. Jó lesz az ott. Nem kell piszkálni. Nem fog fájni. Igen, és aztán pedig egy overwatchot, mert hogy ezek innentől kezdve elkezdenek kiszaladni. Figyelj, elkezd kiszaladni. Ah, nem, újra töltött. Cool. Cool. Most jön a Piton. A Piton úgy dönt, hogy nem piszkálja cserubot. Why? Ennek biztos volt valami értelme, hogy így oldotta meg, de... Oké. Okay. Ventiláljunk. Ventiláljunk hát. De a paladinra ventilálunk. Na, ezt nem láttátok jönni mi. Mert hogy most van egy csomó körünk még, hogy tegyünk valamit ez ellen. Lement egy alma meg egy damage. Para. Mi történik? Száz is véget ért. És akkor most azt mondhatom a Pitonnak, hogy not today. Hát ezt nem csináltam a legjobban. Egyébként. De muszáj vagyok ezt beadni. Most elengedte, viszont a Hitman fog tudni lőni rá.
neki ott nincsen fedezéke. Talán van némi védekező bónusza a pajzsa miatt, de benne vagyok biztos. Kéne, hogy legyen. Ez mellé ment, ez szép volt. És akkor most Cherub le tudja szedni, Verge le tudja szedni a pitont. 71% az esély. I like those odds. Örülök, hogy nem emelked meg a kezem, mert csak 3 szövetségesen volt ott abban a környékem. Ez is mellé, hál' az égnek. Velünk vannak az istenek. Újra kell töltened? Uh-huh. Jó, beadjuk. Reloading. Szerintem még át tudunk ezzel jönni ide, és aztán lőni. Most elég sok körünk lesz leszedni az összes mindenkit. 61%? Ez nem fog menni viszont már. Ó, mégis! Legyen több hitem! Ha Jézus velünk, semmi nem lehet ellenünk, and so on and so forth. Érdekesen működik egyébként az Overwatch az ellenségnél. Én kb. Betiltom az egész területet, neki meg ennyi az Overwatch-a. Nem panaszkodom, csak mondom. Uff, de keveset fog levinni. Mondom, nagy az armor, meg nagy a shield. Amúgy szerintem ez a bölcs döntés, Tuvia, hogyha számít. Mert én is sokszor annyi megveszek mondjuk egy... Ezért nem szeretek annyira ilyen Ultimate kiadásokat meg ilyeneket venni. Mert esélyes, hogy azelőtt ráunok idézőjelben a játékra. Tehát nem fejezem be az alapjátékot sem. Nemhogy még a DLC-t. És akkor most érted? Többet költöttem végül, mint mennyit felhasználtam. Ez XCOM alapból egy baromi hosszú játék. Hát még a... hogyha hozzáveszed a DLC-ket. Hi! Eddig jó? Megint megsimítottik az evidence-et! Grumble, grumble! Most mérges vagyok. Quick disable. First thing through this entrance we left the weapon disabled. Nagyszerű, akkor Verge lesz az, aki először bemegy. Aztán jött a többi. Patchwork viszi a combat scannerét. Eddig is volt abort mission lehetőség? Vagy az, ami patch-e jött be? Nem rémlik ez, hogy lehetett csak úgy otthagyni a küldetést. Két agresszív ellenség is van. Én csak őket kezdeném el lőni, hogyha nem gond. Mindig ilyen stresszel, hogy a másik irányba mutatja a rohadt fegyvert. Még egyet lőhetek? Ja, ez egy másik karakter, gondolom, csak... Hát igen. Ó, oh, oké, okay. Magához ért a játék. Cool. Inkább vonz magadra a lövésen. Úgy látom, hogy nem fogunk végezni mindenkivel. Bummer. Hogy bummer? Ez bummer. Na, ő viszont tud lőni. Immunis. Az mi az a tehén? Hát van egy rossz élem tudós barátom, te biztos meg fogsz halni. Mármint ha meghalsz, akkor meg fogsz halni. Szóval mi ez a tehén itt? Te jó ég! Ilyenről eddig nem volt szó. Neked van ingyenes újra töltésed? Nincs hát. Reloading as the first action doesn't end the turn. Oh, sweet. Weapon ready. Akkor... mi lenne, hogyha rálőnél? Vagy beadnánk egy Battle Madness-t erre az akármire. Ez tudja, hogy kinyírja a haverját, hogyha beadjuk. Mondjuk pontos sikerült lesebezni, akinek már egy is egyes élete volt, szóval hát ez kicsit overkill volt. Oh, come on. Megint disable-ölték a fegyvert.
Jó, akkor hogyha... Ha ráépül a DLC, akkor meg azért nem érdemes, mert már belekezdett a kampányba. Az akkor érdemes, hogyha neki kezdesz egy második végjátszásnak. És akkor pedig... akkor pedig megint ugyanott vagyunk, hogy lehet, hogy az első végjátszás a fejezetbe. Vagy akkor már úgy kellett volna neki kezdeni. Oh. Ezt elfelejtettem, hogy az ilyet tud. És nem fog meghalni. Nem baj, még a sokára lép. Jó van, akkor befogtam. Inkább nem mondok semmit. What's going on? Take a deep breath. Target grounded. No ammunition remains. Ammunition restored. Target weapon in sight. Reloaded. No ammo. Need to reload.
reload. Changing position. Hold still. Tossing smoke. No more ammunition. Unleash your frustration. Keep them off our backs. Target acquired. Weapon ready. Plasma out. Don't stray too far. Running out of ammo. Back at it. I'll cover you. We need you to cover us. I'm moving. Give me your mind.
I'm running low. Found a better position. Can anyone cover me? Watch your flanks. Follows a pair of leaders, both mutons. Custodian Zell handles their technical interests. We know more about Crew Chief Yarvo, who directs their martial pursuits. Zell and Yarvo are unknown quantities. It isn't clear who calls the shots between them. Get to it. You people hear this bonded stair crap? Whoever's behind it knows their way around Advent propaganda. They say don't talk, don't think, but let me tell you how the world is. That's your first clue. The voice on the radio is never your friend. Match.
of a hostile force will cause imminent harm, you'll need to stop them by any means necessary. As always, subduing targets is... Gray Phoenix has locked down these apartments. Get in there and dislodge them. Open sesame! Moving to location. On my way. Cover you. Thank you.
position. Removing target. Okay, I'm moving. Turtling! Watch my back. Be quick about it. Covering the squad. We need you to cover us. The hostel. Illuminating. Throwing plasma. Book 'em. Ezt megadtuk neki. Na, de veszik az árest. Do you think we should swap call signs? To confuse everyone? I'm in. No, because I work so often with computer terminals. And you patch people up. Do you not like your call sign? Everyone makes assumptions about why I chose it. Well, everyone's an idiot. Do you slap software together? Like, I close wounds. It's a thrill to watch you work. Csak charge-ot kell hozzáhasználni, amit nem tudom, hogy kell. And I do like your call sign. Nem vágom a szeljáték marikát. Úgyhogy valószínűleg nem fogjuk használni. Are you saying I move at terminal velocity? Your mouth does. Badges! Ah, akkor sietok már. Azt mondtam, kell még egy breaching charge, szóval azt megvesszük.
stop asking. I'll never agree to it. Come on. A gremlin fight would be important for, let's say, training purposes. And when the dust clears, who repairs the broken gremlin? You, most likely. Restoring your gremlin from a pile of slag is not how I care to spend my time. Was that... Did you just smack talk me? Ew. I'm so proud. Ide kell még egy upgrade. Még ezen az oldalon mindenki rank 1-es. Itt meg ezek közül nyilván ezzel fogunk menni. Semmilyen szinten nem tűnik jobbnak. Very difficult, természetesen. Viszont jó cuccokat ad. Az előző jó volt, az előző összeállítás. Úgyhogy maradunk ennél. Confirmed sighting of contraband. Hostiles present. Akit beleszúrni, az mág lesz, úgyhogy ezt megpróbáljuk elkerülni. Ventbe be lehet rakni Verge-ot. Ami ad successful shot-ot és plusz 3 mobility-t egy körre. Aki pedig itt először bejön, az garantált találat, úgyhogy mindenki más pedig itt jön. Bár az, aki itt először bejön, illetve aki itt utoljára bejön, az plusz egy armort is kap, de szerintem az nem éri meg azért sem, hogy marad legyen. Úgyhogy maradjunk ennél. It's go time. Na, ezt próbáljuk meg kettőből leszedni. Na, egyből meg lett, az is jó. Még nem panaszkodom. Megtudjuk, mit csinálsz a pretóriai. Beadta valakire, hogy jó. Ez biztos jó. What could possibly go wrong? Ennyi van magas föld. Már nincsenek olyan sokan. Meg kell adni valakire egy stázist, és most azt fogom csinálni. Unorthodox módon, és saját karakterre fogom adni. És ott nem tudják sebezni így. You'll be okay. Remélhetőleg ez működni fog. Nem mozdult a kamera. Found a better position.
Na mi lesz? Akár léphetnél is. Köszönöm. Nem köszönöm. Ó, azt megtaláltam. Ez para. Chainshot-tal próbálkozunk. A Pretoriait leszedni Chainshot-tal. Hát akár működhet is. Egy megvan. Nice. Ow. Mit csinálunk Cherubbal? Cherubbal? Adunk egy kinetic pajzsot. Ja, vagy nem tudunk egy kinetic pajzsot adni neki. Plazma gránát pont nem jó, mert ezt nem érjük el, azt pedig sebeznénk vele. De ha közelebb jövök, akkor talán jó lesz. De bejövök közel. Rámegy a gránát a kobrára. És aztán még talán lőni is tudok. De még biztos. Közben meg a bizonyítékot meg nem húztam még be. De akkor viszont azt csináljuk, hogy behúzzuk fel a bizonyítékot, és majd bölcsre kiszabadítjuk a másikat. Jó, legalább az úton ezt nem bukjuk el. Nice. Mondjuk innen próbáljuk meg a Banish-t megcsinálni. Egy megvan. Mi történik? Mellé. Jó, még van lövése. Így. Jó, ez jobban ment, mint az előbb. Ja, hogy van még egy. Ah, tök jó. Azt hittem egy lesz. Nem tudom miért. Se baj. Successful is shot an enemies will crit. Ez mindig? Vagy csak a breach alatt? Plusz 3 damage during the breach. Guaranteed to land a shot. Ezek elég kemények. Viszont felén van kettő egységnek is az életem. Az életen állam, úgyhogy az meg nem öröm. Hát próbáljunk meg. Kisebb ez többet cserú, vagy patchwork? Valószínűleg patchwork. Holoscanner. És cserub. Meglátjuk ezt. Az egy nehéz pálya sajnos. Van egy pretóriai megint, hál' Istennek. Van egy bomber, ami nem tudom mit csinál. Továbbra sem. Próbáljuk meg a lehető legkevesebb ellenséggel túl átfészelni ezt az elsőt. Úgyhogy muszáj vagyok ilyeneket bevállalni a lövéseket. Egy sebzés. Ezt a kobrát le tudnánk szedni. Ja igen, mert plusz sebzés van rajtunk. Szép volt, és marad még. Kobra viszont inkább helyette bekerik a falangszot. És akkor magára vonzza a lövést. Négy sebzés. Hát abban reménykedtem amúgy, hogy ez nem fog sebezni, de... Ajaj, nagyon rosszul állunk ilyen szempontból. Oké. Még évek is lesz a végén? Nem tudjuk gyógyítani Verge-t, viszont így fel tudjuk gyógyítani a Safeguard-dal. Ami valami. És most kell szerintem elölni a team up-ot, és felhúzni Cherubot, hogy tudjon segíteni nekünk. Mert most kell az initial sebzés. Eléggé. És még ezután is marad lövésem.
amit pedig vagy lesebezzük a trooperen. Elég nagy az esélye, hogy, hogy megöljük. Vagy hát van esély, hogy megöljünk. Vagy pedig csak pin downoljuk a troopert. Legyen ez. Hát ez lószar volt. Kinetic shield, vagy gyógyítás. Gyógyításra fogok menni. Feeling better? És még így is marad HP, amivel pedig beadhatjuk a kinetic shieldet. Annak, aki szereti. Verge-nek mindenképp, mert szerintem rá fogják adni a sebzést. Most neki nagyon kevés élete van még így is. Na lássuk, trooper. Ó, cserup. Érdekes választás. Nem mondom, hogy örülök neki. Másik trooper, és ami nagyobb utána jön a pretóriai. És nem tudom, mit fog csinálni, de nagyon nagy erővel fog megérkezni, ez biztos. Ceasefire grenade. Az a baj, szerintem azzal nem vagyunk kisegítve. Ha Battle Madness-t ráadom, nem tudom ráadni a pretóriaira. Akkor ráadjuk a trooperre. Vagy a kobrára. Legyen a kobra. Nyilván, Nelly lövi. God damn it. Próbálj meg bealtatni akkor a... Ja, a pretóriát nem tudjuk elérni. Oké. Akkor valószínűleg jönni fog. A pretória is, szóval ide beovervacsozzuk. És hát ha ezen az, ebben az irányba jön. Nem, nyilván arra megy. Franc. És tud lőni? Hát hogy ne tudna. Ah, öt sebzés. Basszus. Ez a kobra. Ez a kobra annyira nem veszélyes. Ez már veszélyesebb. Szóval most mehetünk azzal, hogy... Azt nem tudjuk leszedni, ezt tudnánk leszedni. 61% esély van rá, vagy pedig valakit bestázisozunk. Mondjuk ezt a kobrát. Stázisozzuk be. És akkor hát, ha kicsit... kevésbé lesz para, hogy ő nem tud lépni ugye ebben a körben. Másik tud, ő valószínűleg közelebb jön. Igen, te kimaradt, lapozzunk. Ja, még én vagyok. Patchwork. De miért lépek patchwork-kel? Ja, mert most ez száz is osztam vele, és ez nem számított lépésnek, értem. Akkor a troopert megöljük cserébe. Na most szerintem jól állunk, hogyha nem ad be erősítést a játék. Remélem nem ad be erősítést, csak akkor, hogyha megszereztek a cuccot. Igen, onnan kimozog, ez várható volt, viszont nem lesz jó a sebzése, sőt ott... Routing Venom. Mi azt jelenti, hogy őt oda lerútolta? Nekem ez annyira nem para, mint amennyire a játék gondolja, hogy az. Veled nyilván innen elmozgok. Mondjuk ide. Egész alakos védelem. Miért nem mozogsz oda? Ha? Köszönöm. Szóval ez egész testet védjük. És megpróbáljuk leszedni a pretóriait? Hát még nyilván csak lesebezni, de ez így is nagyon kevés. Ez itt gondolom azt jelenti, hogy... Nem tudom. Azt hittem, hogy ez lootot jelöl, de nem vagyok benne biztos. Hogy még tényleg lootot jelöl-e. Oké, a kobra legyen a következő. A troopert nem érjük el, a pretóriait nem érjük el, szóval jól marad a kobra. Az első alapon. Elég jó helyen van ahhoz, hogy szétszedjük. Ez volt egy lövés. Viszont nem fog meghalni. 40% az esély a critre viszont. Úgyhogy reménykedjünk benne. Nyilván nem adta be. Jó, cool. Most jön a trooper. Hál' Istennek World Overwatch-on volt.
nem mintha sokat ért volna. Not cool. Ez véget ér. De még... Ja, még nem ért véget. Még léphetünk egyet Virgil. És a következő az a pretóriai lesz. Próbáljunk megint a Battle Madness-re adni. De ez valószínűleg nem logikus. Mert ő most ide fog jönni, amikor megvan egy terminált, szóval arra kéne valahogy felkészülni. Ceasefire Grenade. Az a baj, nincsenek egy helyen az ellenségek. Az azért nem kéne. A lövéssel... Őt nem tudjuk lőni, ugye a Trooper tudnánk, ő sokára lép viszont. Azért nem érdemes talán, viszont ha ide lépek, akkor ezt a Trooper szinte biztos, hogy le tudom szedni. És talán tudok segíteni majd a Pretoria ellen is. Lehet, hogy még van egy actionom. Ez azért jobb, mintha simán lelőnénk, ha megpróbáljuk a Pretoriával elővetni azt a katonát, mert akkor rákerül a neurális networkünkre. Ő is. Akkor rajta lesz a kobra, meg ez. Jó, végül is elértük ugyanazt. Szóval nem veszhetünk semmit. Most ő megindul, onnan lőni fog valakire. Terminálra lő. Oh boy. És most jön két kobra is egymás után. Nem még először patchwork. Jó, az... Ez nem ideális. Ez véget vett a körnek, és ez is véget vett a körnek, az a baj. De az egyik kobrát meg tudnánk ölni, akkor menjünk biztosra. A Chaining Jolt-tal. És ennek a kobrának köszönetet mondunk a részvételért. Oké, meg tudom magam gyógyítani. Az nem vett véget a körnek. Szuper, kezdjük ezzel. Ez tök jó. És be lehet adni a chain shotot. Talán meg tudjuk vele ölni. Mellé ment. Akkor viszont nem lesz chain shot, igaz? Nem, akkor elveszítjük az egészet. Frankó. Jó, most az a kérdés, hogy Verge-ot védi jelenleg egy pajzs, terminált nem. És jön az erősítés. Na jó. Mondjuk már nem jelentős szerintem. De eléggé megy lefelé az életünk, az a para része. Ide bejövök. Vagy adok egy pajzsot. Ez a baj, hogy nem tudom megölni. Szóval muszáj vagyok a pajzsot ellőni valakire. Remélem attól nem veszi le Virgil a pajzsot. Ő neki sok élete van. Terminálnak nincs sok élet, és ott jön sok ellenség is. Nem csak el a Pretúra is lépni fog, szóval maradunk ennél. Amúgy neki is kéne valami. Valami védelem. Most Verge tudna sebezni magán, cserébe, hogy a Mind Flay-jel mindenki mást is sebezzen egy picit. Csak az a baj, az nem túl nagy sebzés, amennyire tudom. És nem is írja ki a játék, hogy mekkora. De mindenkinek ugyannyit sebez. Ezt lehet, hogy elraknám későbbre. Segítenek bármiben is? Valószínűleg nem. Hát akkor maradunk a Brute Force-nál. Megpróbálok legalább a kobrát leszedni. 1 és 3. Gyúl. Oké. Ez jól hangzik. Mi lenne, hogyha nem? Melee strike. A 9. shield megvédett. Jó, ez pont. Working as intended. És még egy lépésünk van, mielőtt jön a többi.
Kovel nem tudjuk ráadni. Tök jó. Mi van, hogyha ide jövök, akkor vajon tudnak a kobrára lőni? Hát esélyes, hogy nem, de próbáljuk meg. Nem tudok, így, és így, így sem tudok. Ez egy jó kör volt. De be tudom stázisozni a kobrát. Nem tudom, mert nem látom, basszus, tényleg. Franc. Nagyon kevés életet vissza, de most muszáj vagyok ezzel menni. Szerintem nincs jobb ötletem. Most jön még a kobra, aztán pedig jön az utánpótlás. Rooting Venom, az nem baj, mert legalább az nem sebez, csak egy helyben kell maradni az ellenségnek, és azt hiszem nem sebez. Sőt, még ezt is deflektáltuk. Kapott egy charge-ot. Valaki, valamiért. És itt az utánpótlás, nem vészes egyébként. Na most veled visszalépek ide. Ezért ne legyünk tehát túl közel hozzá. Safeguard, aha, safeguard véget vett a körnek. Viszont talán megtűkölni a pretóriait. 100%-ra, viszont nem biztos, hogy hatot fog lesebezni bele. De sikerült. Jó, kritikus. Kritikussal sikerült megcsinálni. Supercharge. Cheru spends all store charges and increases the primary weapon damage of allies while placing a holo target effect on all enemies. Which effect increases with charge spent one use per mission. Ok. Supercharging. Akármi is ez jónak hangzik. Lőhetek is. Szerintem a kinetic shield most többet segítene. Csak kire. Mert mindenkire kéne. Lakjuk terminára, mert rá vele viszonylag sokára fogunk tudni megint lépni. Úgyhogy az para. Virgil pedig megpróbálhatunk Battle Madness-t beadni ennek a troopernek. Hát ha leszedi a másik troopert. Vagy Ceasefire Grenade. Akkor nem tudna lőni. Kicsit csak odáznánk megint a helyzet. És az a baj, hogy csak odázzuk, miközben nem úgy néz ki, hogy nem sokára vége lesz ennek a résznek, ennek a küldetésnek. És a Weapon Madness pedig beadjuk, vagy Battle Madness, nem tudjuk senkinek beadni, cool. Akkor lövünk. Ah, valakit tudtunk ott lőni. A kobrát. Na, hát, mert leszedi. Azt hiszem meghalt. Meghalt? Meghalt hát. Király. Ó, oh, kifolyt a vére. Ez tök szomorú. Gyerünk, percsök, rajta a világ szeme. Ó, oh, meg tudnánk védeni a civileket is. How cute. Inkább... ugye ő fog közelebb jönni, viszont szerintem nem fog közel érni még egy hamar. És ez így nem jó sehogy se. Úgyhogy stázisba rakjuk Cherubot. De nem, az valószínűleg a legrosszabb ötleten a világom. Jó, menjünk Overwatchba. Nem tudok most jobbat. Attól függ, merre lép az ellenség. De szerintem nem fog tudni közel érni. Honnan tudsz lőni? Jó, legalább mellé ment. Jó szar volt. Te tudsz gyógyítani. Safeguardoljuk magunkat, ez ad némi XP-t, és aztán be tudunk zúzni. Vagy pedig... á, megint jön az utánpótlás egyébként, arra is figyelni kell. 76% esély van erre, hogy ez sikerülni fog, úgyhogy nekem ez good enough. És meg is van a supercharge-nak köszönhetően extra sok damage-el. A cherub... kinetic shield-et adjon magára. És aztán pedig bemozog szintén. Igazából egy valakinek kéne bemozognia. De valamire erre lesz majd a kijárat, ha igaz. Általában arra szokott lenni, szóval nekünk is arra kell majd elmozogni. Erre kell készülni. Jó, veled mindenképpen reloadolunk. Nem mindenképpen, de most ezt választottam. És...
Hát annyit megtehetnénk, hogy átmozgunk ide, hogy kicsit közelebb legyünk a mindenhez is. Patchwork fel tudja szedni most innen, szerintem. A cuccot, és aztán el is tud jönni onnan. De az a bajban nem vagyok biztos, hogy el tud jönni. Mert ezt szerintem nem számít lépésnek, hogy felvesszük. Megvan a secure case. Ó, oh, Istenem. Jó, jó, el tud jönni. El tud jönni? Jó, el tud jönni. Mondjuk, nem ideális. Próbáljuk megölni őt. Hát így nem biztos, hogy megöljük. Így talán megöljük. Hát ez egy esélyünk maradt. És egy élete maradt. Nyilván. Nyilván maradt egy élete. Az már kimarad a mezőn. Négy sebzés, úgy, ahogy az illik. Uff. Jó, kezd forró lenni itt a helyzet. Jókor szólsz. Jó, tudom, előtte is szólt, hogy ki fog fogyni. És neki nincsen ingyen újra töltése. Most az a helyzet, hogy csak ezzel a trooperrel kéne valamit kezdeni. A többiek... Hát ez a baj, nem vagyok benne biztos, hogy például onnan Patchwork biztosan nem fog elérni oda. Úgyhogy muszáj vagyok ide jönni. Nem, te jó helyen vagy ott. Beszéfgárdoljuk. Cserubat kiküldjük. Beszéfgárdoljuk Patchworkot. És... reloadolunk. De most nagyjából ott jó helyen van. Most lépett Cherub. Elmúlt a Supercharge, para. Most lépett Cherub, aki ugye para, hogy most vissza fog érni, de úgy látom, hogy igen, pont hazaér vele. Úgyhogy őt én ki is menteném. Őt én ki is menteném, szerintem. Most ő kimegy, ez lépni fog ez a trooper. Aki messze van, szóval nem olyan nagy para. Utána jön ez a kettő. És már csak terminál maradott. Overwatchban nem tudnám rakni értelmes helyre. Ugye itt lenne egy jó értelmes Overwatch hely, ahova Verge-t fogom tudni szerintem rakni. Nem tud gyógyítani, őt én kimentem. Lesz, ami lesz. Mondjuk az is igaz, és ezt talán kicsit későn realizáltam, hogy neki volt egy kis, jó kis védelme. Ha, mindegy. Shield lost. It is though. Ő patchworkodnak próbálja leszedni. Anyád! Az élete fele lement. God fucking damn it. Ez erről az oldalról... Ja, látom. Oké. Okay. Látom, hogy miért csak egy fél. Veled tudunk például csinálni egy Battle Madness-t, mielőtt még... Mielőtt még ki kéne lépni. Jó, az szép volt. Ezt pont így szerettem volna, mert ő lépett volna a következőnek. Tehát most az van, hogy maradt ez. Patchwork el fog tudni jutni idáig, legrosszabb esetben. Gondolkozom, hogy Verge-re szükség van egy Overwatch-ban. De azt hiszem, jó lenne. Igen, nem tudtuk Overwatch-ba rakni. Cool. Cool. Igen, ide tudtunk eljönni. Vagy ide, és gyógyítunk. Az a baj, hogy reinforcement nagyon közel van. És hogy ide jövünk vele, gyógyítás nélkül. És reménykedünk. Legjobbakban. Ahogy nyilván. Most ezek mind bejönnek. Ketten fognak tudni lépni, mielőtt mindenki ki tudunk kivekelni. Talán az egyiket előre tudom hozni, de nem vagyok biztos. Hogy megvan-e még a team-up, de úgy látom, hogy nincs meg. Basszus. De terminálval viszont tudok gyógyítani. Jó. Gyógyítsuk meg Verge-t, mert neki szüksége van rá. Gremlin on the way. A
Most fel tudnám hozni, hogy valaki lépjen helyette. De ez a Terminálnak sincs nagyon sok élete. Ez nagyon megérje. Szóval most két lépés lesz. És mind a kettő veszélyesnek tűnik. Basszus. Na ő, na most rajtad van a világszeme. Bátya. Most az van, hogy patchworkkel tudnám... Fel tudnám őt patchelni. Viszont akkor meg ő fog benne maradni a slamasztikában szerintem. Most az, hogy Verge lekült ide alulra... Ha itt azt mondom, hogy patch up, akkor az ugye elveszi a lépést. Szóval szerintem hátra kell hagynunk Verge-ot. Hátra kell hagynunk Verge-ot. Amúgy sem szeretük túlságosan. Mondjuk a Gremlin Stabilizer-re meg tudtuk volna csinálni. Hát most már mindegy. Most már bejöttünk. Most innentől ez nem lehet semmit nyomni. Lehet, hogy a Gremlin Stabilizer működött volna. Lehet, az nem vett volna el kört, és úgyis be tudtunk volna futni. Hát akkor ez van most már. Senkit nem hagyunk. Hát aki Verge-t, akit hátra hagyunk, de nem lesz semmi baja. Kap majd egy jó kis izét. Egy jó kis sebet, és így ennyi. Amennyire tudom. De mindjárt pofán vág a valóság. De szerintem csak sebet kap ilyenkor. Ott van Verge. Semmi baja. Semmi baja, még csak hogy egy kis sebet kapott, ennyi. Ez talán kicsit túl egyszerűvé teszi a játékot egyébként, tehát... Mit ad neki a sebe? HP reduce by 3. Oké, okay, majd tréningezem és akkor minden rendben lesz. Értem, hogy miért, de nem tetszik. Verge Mind Controls all enemies in the neutral network. If someone lasts for a remainder of the turn, one use permission. Ez mondjuk elég OP. Ez elég OP. Így is amúgy maradt neki... 9... HP-ja? Nem vagyok biztos. Hogy most itt leszámol, nem számol. Van egy plusz 2. De nem látom, hogy a 3 reduce-ol van. Úgy kéne kiírnia, hogy mondjuk 10, minusz 3, plusz 2. De... didn't bother. Oké, okay, milyen képesség... Second Wind. Terminus sends the Gremlin to all allies, restoring 4 HP. Jéééé, köszi szépen a bekövetés, Judy 88, vagy Judy Y 88, vagy Judy 88, vagy... Ezeknek tetszőleges kombinációja. Köszi, hogy itt vagy, mi a helyzet? Listen, cleansing, burning, acid and poison effects, stabilizing allies who are bleeding out, one use per mission, ez nagyon OP. Mindegyik nagyon OP, úgy látom. Az ilyen, ezek már ilyen befejező képességek, szóval valahol érthető is talán. Itt van gond. És még két nap újra mehessünk. Mindegy is. Milyen képességeink vannak? Reduce District Unrest. Mondjuk oda küldhetnénk azt. De már akkor inkább ide. Tehát választhatunk, hogy két anarchia falunk legyen, vagy csak egy. Választjuk azt, hogy csak egy. Szia! Hé! Hey! Akkor még egyszer köszi a bekövetést, köszi, hogy csatlakoztál a chathez. Mi a helyzet? Hogy telik a heted? Mert úgy már csütörtök van, szóval egy csomó minden történetet azokkal, akik nem otthon vannak szabadságban, mint én. Warehouse Fire-re fogunk menni mindenképp. Akármennyire is Elysiumot ad, az éri meg jobban az esetben. Godmother completed unlock potential. Nagyon ügyes vagy, akkor a következő az az lesz, hogy elküldjük... Patchworknek... Patchworknek nem néztem meg a milyen plusz adósága van. Verge-öt, hogy beszélje ki magából, hogy mi történt vele. Igen, igen, Verge. Nagyon jó lesz. Igen, és akkor meg kell néznem, hogy mi újság veled, Patchworkkel, mi neki az a befejezője.
Patchwork sends the gremlin to a location where it emits a substantial electric discharge, damaging and potentially stunning all nearby units. Robotic units take more damage, one use per mission. Szerintem még nem találkoztam robotokkal ebben a játékban. Mindenki is csak rengeteg a munka. Biztos utálsz, hogy én megszabadságon vagyok. Nem baj. Jogos. Megérdemlem. Most nem léptünk itt? Nem telt el egy nap azzal, hogy megcsináltuk ezt azt a cuccot? I guess nem. Lehet, hogy azért, mert beadtam hozzá azt a képességet. Valószínűleg azért, mert feladhatom a képességet. Oké, full roster, akkor Godmother visszatér és mindenki boldog lesz. Send APC. Ez ad nekünk kutatást. Viszont az anarchia megnőtt. Mert miért is ne nőtt volna? Nem is az anarchia lenne, hogyha nem nőne. Emiatt a városrész miatt. Tovább majd elmegyünk nem sokára. Csak az a baj, hogy most szerintem növekedni fog. A jó ír az, hogy van redukciónk. Lower city anarchy by one. Plus one if rank 2 field teams are present in every district. I can share your sense of taste. Yeah, man. I'll taste greasy food for you. De az a baj, nincsen minden districtben, és még nem is tudom, mint ez ebből a három districtből hiányzik. Ami azt illeti, de szeretném mondjuk upgrade-elni. De nagyon kevés intelünk van még mindig. Szóval... makes me no happy. És az, hogy merre megyünk következőnek... mennyi az idő? 5 óra van. Azt hittem, 5-ig akartam tartani a streamet, de lehet, hogy még belefér. Ha nagyon szeretnétek. Főleg, hogy most már itt van Judy 88, úgyhogy mindenképpen meg kell mutatni neki az elképesztő skilljeimet az XCOM csodálatos világában, ami valószínűleg itt a Riverside-ban fog megtörténni, hiszen 2 van, egyik tetszik, másik nem. Itt ugye nagyon alacsony az anarchia, mindkettő nő, viszont itt már alapból magasabbról indul. Úgyhogy valószínűleg innen érdemes lenne elindítani ezt a melót. És majd redukáljuk az anarchiát a következő körben. Hogyha itt dealeltünk a szituációval, csak hogy ilyen szépen magyarosan fogalmazzak. Mivel mentek egyet előtte? Nem is én lennék. Hogyne. És ez ad majd nekünk 60 kutatást, ami azt jelenti, hogy még egy egységet felhozhatunk. Úgyhogy... ja. Scavenger market is open but not be visited. Bocs, de nincs rá pénzem. És pénzem az lenne rá. Intelem nincs rá. Nem. Ja igen, jó, oké. Godmother, Patchwork, Cherub és Terminál. Nem készültél valami... neked? Egész pontosan? Egy újabb SMG. Ja, mert ilyen már különleges fegyvereket használtok. Aha. Jó, akkor nevermind. Akkor jó, hogy kifejlesztettük. Itt zajlik a kutatás, igaz? Ó, még két kör, hogy elkészüljön az extra páncél. Jó, ide menjünk küldetésre. Send APC. Yes! Launch. Nem néztem, mennyi encounter lesz. Hogy tetszik a játék? Mennyiben más, mint az XCOM 2? Tetszik. Jobban tetszik, mint az XCOM 2. Lényegében az a különbség, hogy... mint hogyha fognád az összes encountert, és akkor építenéd fel a játékot. Tehát a tűzpárbajokra épül a játék, nem pedig a térképen mászkálásra. Tehát teljesen kivették a térképen mászkálást helyette. Helyette van ez a bridge, amikor így betörtök egy helyiség, vagy betörsz egy helyiségbe, ott van egy ellenség, és akkor egy csomó ellenség, és akkor megtörténik ez a tűzpárbaj, meg ez a harc, és amint annak vége, mész a következőre. Most egy darab ilyen encounterünk lesz, szóval most nem lesz következő, de nagyjából you get the idea. Vanguard, first unit resistance plusz egy armor, last unit resistance plusz egy armor. Tehát ha jól ügyeskedek, akkor két egységemnek is tudok plusz egy armort adni. Plusz egy armorra szükség lenne Godmothernek, akinek meglepően kevés az élete. És itt pedig jöjjön Cherub, aki ugye levédi a sebzést, és Patchwork kapja plusz egy armort, és a combat scannert is beadjuk vele. Itt pedig akkor terminál marad. Nekem jobban tetszik, mint az XCOM. Nem kevésbé azért, mert könnyebb is. Tehát jóval könnyebb, mint az XCOM.
Úgyhogy már hardon játszom, és még így is ritkán van, hogy például az egységek nem tudnak meghalni. Például. Tehát így kell elképzelni, hogy mennyivel könnyebb. Ó, ezt elrontottam, nem ezt kellett volna beadnom. Tehát nem tudnak meghalni az egységek. És az se halt meg. God damn it. Próbálj meg leszedni az összeset. Jó, az megvan, és még egyet tudunk lőni. Pont az előző küldetésnek a végén volt az, hogy ott maradt egy egységünk. Kivérezve a padlón. És most megint be tudnánk vetni, hogyha nem küldtük volna el tréningezésre. Ez talán picit túlságosan sok könnyítés. Jó, Godmother. Te most fedezékben vagy? Nem. Akkor mi lenne, ha bekerülni egy fedezékbe? Első körben, és utána pedig ventilálnánk egyet. Shifting. Stay behind cover. Would you like some ventilating? A légionárius vagy a bruiser? Legyen a bruiser. Nyilván nem halt meg. Miért is halt volna meg? Én se haltam volna meg, ha neki lennék. Jó, most csak lerombolja a fedezéket, nem sebez. És még akkor is, abból is mellé lőtt? Ügyes vagy, fiam. Szerintem te valami Stormtroopernek tanulhattál. Nézem, hogy hova lehetne ezzel jól elhelyezkedni, de hát igazából sehova. Az Eddert kéne leszedni következőnek, ami nem tűnik egy nagy vállalásnak. Oké, nem oda kellett volna menni, mindegy. Szóval nem tűnik egy nagy vállalásnak. Van Berserker? Úristen, azt nem láttam. Tudjuk a Berserkert lőni? Megpróbálhatjuk. Van egy 15-ös aim penalty. 74% az esély, hogy eltaláljuk. Gears Tactics-et próbáltad már? Nem próbáltam még. Le van töltve. És volt egy szavazás YouTube-on, hogy mi legyen a következő ilyen let's play, mert most véget ért egy 5 részes let's play YouTube-on, és akkor megszavaztattam, hogy mi legyen, és volt köztük, de nem azt szavazták meg sajnos az emberek, sőt nagyon messze volt attól, úgyhogy nem próbáltam, és streamben azért nem akartam még kipróbálni, mert picit most XCOM-oztunk, már egy ideje XCOM-ozgatunk, és nem végben biztos, hogy jól futna egyébként a Tactics. Valószínűleg igen, mert például a Gears 5 az elképesztően jól futott. És felteszem, hogy... Jó, ezt nem tudom, de felteszem, hogy hasonló motorral készül. Ha nem ugyanazzal. Nem mondta, hogy nem halt meg. Ha nem halt meg, nem hiszem el. Szóval, ja. Viszont... De meghalt? Jó, meghalt. Szóval, ja, szeretném kipróbálni. Viszont még nem tudtam. Egyszerűen nem értem oda. I know. Pedig nagyon érdekel, főleg mert azt olvastam, hogy nem, nagyon jól el van rejtve benne a grid rendszer. Tehát ugyanúgy ilyen gridre épül, mint az összes ilyen játék. Viszont állítólag nagyon jól el van benne rejtve. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. És ami azt illeti, ki is fogom próbálni még, hát valamikor, azelőtt kéne ezt megoldani, mielőtt lejár az előfizetésem a Game Pass-re. Tehát egy 2-3 hét már csak abból. Kicsit szorít az idő, mondhatni. Meg az Overwatch rendszerre is mondják, hogy nagyon jó a Guild Tactics-ben. Úgyhogy izgatottan várom. Miért te? Tudsz valami jókat mondani? Vagy te is egyenlőre még csak kiveleses alapon vagy? Plasma gránát a bombernek. Hagy legyen boldog. Nem lett boldog tőle. Hát, nagyon sajnálom. És csak akkor kérek egy Overwatch-ot is, mert úgy látom más nem nagyon tudok most csinálni. Patchwork-kel belépünk ide.
másik ürge miért nincsen rajta a lépésszámlálón? Csak a berzerk. Ez miért? Ja, mert megöltük őt. Ups. Ez az. Szép! Ez az overwatch, ez bejött. Jó, ez jó volt. Törjük fel ezt a szart, azt menjünk haza. Done. Még nem játszottam egyikkel sem, de mindkettő érdekel. Na hát most láthattad, hogy milyen az XCOM Chimera Squad. Ebből lesz még stream. A Tacticsot kipróbálom valamikor, és aztán abból is lesz stream, hogyha tetszik. Úgyhogy érdemes figyelni itt, hogy mikor van stream, amit nagyrészt Discordról, vagy kisrészt Twitterről tudhatsz meg. Vagy pedig innen. I guess. Még több esemény. És amúgy ennyi volt az a mai stream. Így is túlmaradtunk az üdvözlésünket negyed órában. Nagyon szívesen. Még ha hosszabban akarsz, akkor Discordon lehet róla dumálni. Másokkal is, akik ugye próbálták meg, játszanak vele. I know you do not trust aliens. No. Oh? I do not trust aliens. Ja, nem, most nem beszélsz. Bara. Te mit adnál itt? Pénzt? Franc. Itt fel tudjuk upgrade-elni ezt. Viszont ettől nincs meg még az, hogy minden egyes területen kettes rankos emberünk van. És nem is, és ugye akkor előnénk ezt, akkor a városenergia több elcsökkenne. Ó, már ezt elérhet ez a küldetés? Izzuki. Na jó, hát akkor innen folytatjuk legközelebb, ha lesz még stream, akkor, akkor ez is lesz többek között, úgyhogy ha beírod itt, hogy felkérheti a Discord, akkor megkapod a Discord linket. Maybe. Yes! Oké, működik a Nightbot, aki ezt beállítottam. Király. És mindenki másnak is jöhet a feliratkozás? Ezt vagyunk. Jöhettek Discordra, vagy YouTube-on, vagy Twitch-en, mert nagyon sok content van mindenhol is. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki itt volt ma, aki becsatlakozott, aki bekövetett, vagy visszatérő volt, aki beszélgetett, vagy lörkölt a háttérben. További szép napot kívánok nektek, és találkozunk valamikor a hétvégén. Sziasztok!